Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra. Na, most, mint ahogy legutóbbi videóban is mondtam, az opening témmel fogjuk a küldetés megcsinálni, szóval select. Ki lesz most? Rainbow Dash, úgyis ő a kedvencem. Legalábbis Equestria közben nekem nagyon tetszik Rainbow Dash-nek a külseje. Kár, hogy a magyar szinkronjára ezt nem lehet úgy elmondani. Hát most komolyan ezt hogy gondolták a magyarok? Jó, lehet, hogy az elején még úgy gondolták, hogy ez csak kislányoknak való lesz. Hát de azért kényelgök, nézzenek már egy picit utána, hogy milyen korosztály is nézi meg. Jó, lehet, hogy amikor először megszerezték, akkor még csak azt gondolták, hogy majd lányok fogják nézni, vagy tudja, jó Isten, hogy hogyan, elnézést, de hopsz, ezt elnyomtam. De nem értem, hogy mit kell ezen itt... elnézést, de... Szóval mit kell ezen itt állandóan ezt csinálni, hogy... Jaj. Szóval nem értem, hogy miért gondolják azt, hogy amilyen fajta a műsor, azt gondolják, hogy olyan korosztály nézi. Hát jó, a SpongeBob is mondjuk egy gyerekeknek szóló műsor, de azért nézik felnőttek, mert azért annyira vicces, meg érdekes, persze. Hát a Disney csatornán, amik mostanában mennek ilyen... Van a másik kedvencem, ott én nézem a Wander, a Galaktikus Wander. Hát aki tudja, hogy aki nézi a sorozatot, az tudja, hogy az a Póniknak a megalkotója, legalábbis a negyedik generációnak a istennője, Lauren Fossnak a másik, nem tudom, hogy műve, de rajt, de ő abba is dolgozott. Hát azon szakadok, az is egy jó kis rajzfilmsorozat. Igaz, hogy ez is szerintem gyerekeknek készült, de én azért nézem a rajzfilmeket, mert olyan vicces dolgok törtek bele, a Pónikat is ezért kezdtem el nézni, hát unalmam. Ja, hát a barátnőmmel, akiről beszéltem már, akit neveztünk Mikinek az egyik videóban, hogy ő megmutatta nekem. Pedig ő is csak ismerőseitől kezd ajánlott, ismerőseinél látta legelőször. It's amazing, lehetett volna a Jurok is. De aztán nem gondolta volna, hogy engem is megfog ez a sorozat. Na, hogy szerezzünk szíveket, mondtam, hogy le kell sérülni, de ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha beregisztrálunk Facebookra. Na, sérüljük le. És akkor menjünk vissza haza. Na, kapjuk meg azt a küldit. Úgy is van. Kaptunk ajándékot. Kaptuk egy őszi hűségnek a szimbólumát. És még kaptunk valamit. Ez most tényleg az őszinteségnek a ilyen, kész a Equestria Girls küldetés. A Twilight. Mi? Már megint? Hát ez elég vicces. Na jó, nézzünk egy másik küldetést is. Collect, igen. Jó, hát ez a Brain Food, ezt hagyjuk. Na, a Brain Foodot hagyjuk. Find a treasure chest. Mi? Már megint? Hát ez elég vicces. Na jó, nézzünk egy másik küldetést is. Collect, igen. Jó, hát ez a Brain Food, ezt hagyjuk. Na, a Brain Foodot hagyjuk. Find a treasure chest. Hát... mit tudnék csinálni? Ilyeneket kell gyűjtögetni. Igen. De már játszottam vele, akkor nem gondoltam volna, hogy ez is lesz. Mindegy, akkor játszunk egyet Pinkie Pie-jal. Mert neki úgyis az a küldetés, hogy repülni kell. Azt a küldetés még amúgy bevárom, hogy lehet, hogy meg kell volna vennem a ezreset ilyenkor. Szóval a labdás meg az almagyűjtögetésre kedvencem, a csillaghúzósban meg az a problémám, hogy ott húzibál, hogy amikor összekötöm a csillagokat, akkor az a kép, mikor megmutatja, az nagyon sok időt vesz igénybe, és nem tudok elég pontot szerezni. És ez nekem ez nagyon nem tetszik.
elnézést, hogy közben itt leálltam, csak mondom, két dolgot nem tudok egyszerre végezni. Hát ebben nem lesz sok pot, azt már megmondom. Egyébként ez nagyon tetszik, mikor a pónik táncolnak, legalábbis csak a kancáknál. Mert a csődöröknél nem igazán, azt hiszem, hogy jól mondom, hogy az a ló, az a hím ló, igaz? Nézzük akkor, hogy mi a küldetés, például Kentelóban, mert ott nem tudunk más csinálni Ponyville-ben. Mi ez a surprise box? Igen, ha egy ilyen megjelenik, akkor azt jelenti, hogy kaptunk az inventory-ba valamit, de nem kaptuk itt semmit. Ja, de igen, mert a Ponyville-ben meg kész a ekközti a gőzös küldetésünk. Jó, van itt valahol egy olyan dolog, hogy itt áskálolni kell, az melyik? Igen. Na, három dolgot kell kiásnunk, akkor az azt jelenti, hogy ha, na, itt van például három ilyen szikla. Ha ezekre így rákattintunk, akkor megjelenik egy ilyen kérdés, kicsit ráközelítek. Például itt az a kis szikla, és akkor itt van, hogy clear 500 fizető eszköz. Akkor az azt jelenti, hogy ha 500-ot befizetsz, akkor... Na most, amúgy is kül. Things like this. Clearing them lets the ponies build more stuff, like houses and shops. Igen, Spike is elmondta, hogy ezeket kiveszük, akkor... Akkor lehet így építkezni. Na, egy ezres. Bocsánat, nem tudom, hogy... Az ezres még megvegyük. A pillanat csak... Meg kell néznem, hogy mennyibe kerül Big Mac. Csak 4000. És ez mennyi? Az sok, akkor csak ez marad. Ez az ezres. Máshol nincs. Hogy ki tudnék venni? De, itt van egy. Hogy az nem az a fának a része? Pillanat. Akkor az a fának a része. Jó, hát akkor most irány édesalmás kert, és akkor majd innen folytatjuk akkor a vidit. Van itt, hogy a játékot, amíg megvárjuk, mi képtől Big Mac. Vagy Big Mac-et veszük meg? Vagy várjatok egy picit, csak Apple Broom az meg kicsit drága mulatság. Inkább Apple Broom-ot veszem meg. Közben meg megveszem Scootalot, mert ő meg a másik kedvencem, hogy nem tud repülni. Na, hú, ennek 4 óra 20 perc kell. Jó, hát akkor nem Big Mac-et veszük meg, hanem Apple Broom-ot, mert ő a nagy kedvencem. A szépségkestesek, vagy Cutie Mark to Sadus, vagy szép... Vagy mi is a Hamlin-nak az? Cukijai lovagok! Vagy nem lovagok? Mindegy! Vegyük meg Apple Blobot! 2 óra 20 perc! Na jó! Hát akkor... Na szóval azt mondom, hogy... Pinkie Pie-ja már mehetünk itt almát gyűjtögetni. Akkor menjünk még gyorsan almát gyűjtögetni, és akkor itt végeztünk is a feladatunkkal. Hát itt már tényleg... Szálas almát tudunk venni, na! Ez olyan lesz, mint hogyha egy joystickot nyomnák. Komolyan olyan, mint hogyha a joystickot nyomnák, vagy mi ez, ilyen PlayStation Play? Mert abban, mert az is egy ilyen kis minőségű játék, és abban is így nyomogatni kell. Olyan, mint egy rossz autós játék ilyenkor. Nem tudom, nincs bajom semmelyik játékkal se, csak nem tudom így, hogy a két ujjamat, na ezt elrontottam. De szerencsére így is kaptunk elég pontot. Na jó, és akkor álljátok még, hát ha Kentelóban még el tudunk gyorsan menni. Ki tudom húzni? Igen, ki tudom. Megnézem, hogy Kentelóban is, mert ez, igen, ez ilyenkor mindig ez van, hogy... Na! Kenteló. Ez csak Twilight van. Hát akkor édesalmás kertbe visszamegyünk. És akkor majd innen folytatjuk a felvételt, igaz? Hát igen. Igen, meg hogyha rákattintotok, akkor hú, egy óra? Akkor szerintem egy óra múlva visszajövök, és akkor megcsináljuk Pinkie Pie-nak a küldetését is. Nos, hát akkor ennyiért van ez a videó. Köszönöm szépen minden kedves nézőnek a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Külön minden Bronyak és Pegasus-nek pedig Bruhúf és Viszlát.